Forgalomkorlátozásra kell számítani a Giro d'Italia kerékpárverseny csapat bemutatója miatt a fővárosi Hősök terén és környékén, ma délután 3 óra és éjfél között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szilasi László sportszakmai vezető már korábban bejelentette, 3 magyar kerékpáros indul el az olasz körversenyen. Walter Attila és Peák Barnabás mellett Fetter Erik lesz a 3. magyar a május 6-án induló országúti kerékpáros versenyen. A magyarországi szervezők részéről Balázs Tibor elmondta, a korábbi években nem látott, fantasztikus sóelemekkel készülnek idén. A verseny egyébként pénteken és szombaton a belváros több pontját is érinti majd, akkor is jelentős lezárásokkal kell számolni. Erről fogunk beszélgetni, nagyon örülünk a témának, de hát még jobban magának a sporteseménynek a stúdióban. Itt van velünk Dina Márton, kerékpárversenyző, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Aztán ismered a Giro-t, hiszen ugye vettél már részt, és már csak így is jár már a gratuláció, és Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosa. Jó reggelt kívánunk! Ugye csak azért veszem gyorsan a telefon, vagy a telefont a kezembe, mert ugye a szakaszok ugye úgy alakulnak, hogy majd pénteken Budapest-Visegrád, akkor szombaton Budapest, ugye ez egy időfutam lesz, és vasárnap ugye Kaposvár-Balatonfüred. Mekkora jelentősége, hogy sok-sok szakaszverseny itt Magyarországban lesz? Hát szerintem óriási, ez egy hatalmas lehetőség Magyarországnak, hogy a Giro ide látogat, és szerintem még nagyobb lehetőség a magyar kerékpársportnak. Egyre többen szerethetik meg, és láthatják test közelből a világ legnagyobb versenyzőit, és bízunk benne, hogy egyre több fiatal kezd el kerékpározni ennek köszönhetően. És például az ilyen példaképekre is szükségünk van, mint például te. Még annyit azért gyorsan mondjál, hogy te most ezen a versenyen nem veszel részt, mert a Tour de Hongrie-ra készülsz, de már vettél részt Giron. Így van, én tavaly elindultam, és végig is mentem a Giro d'Italián. Egy időben van ugye a Tour de Hongrie és a Giro d'Italia, és a csapatunknak a Tour de Hongrie ugyanolyan fontos verseny legalább, mint a Giro. Ezért ketten vagyunk a magyarok a csapatban, és ezért elosztják általában, hogy egy magyar ide, egy magyar oda, és most a csapattársán Fetter Erik kapott lehetőséget a Giro d'Italián, én meg a Tour de Hongrie-n fogok versenyezni. Emiliával pont említettük, hogy aki mostanában ugye autózott, vagy közlekedett a Hősök tere fel, ez már látja, hogy már minden pompában van. Ma ilyen csapat bemutatkozással, bemutatóval kezdődik, ugye, az egész rendezvénysorozat? Igen, ma délután 4 órakor kezdődik a tágabb program és a csapat bemutató valójában este 6-kor, de én is csatlakoznék Mártonhoz, hogy óriási jelentősége van, hogy a Giro ide került Magyarországra, amikor a kormány előkészítő anyagot, hát az előkészítő anyagot írtuk a kormány számára, akkor 4 szempontot fogalmaztuk meg. Egyrészt ez egy hatalmas országmarketing lehetőség, 800 millióan nézik minden földrészen a világon. A második, hogy szerettünk volna egy kis lendületet adni a kerékpársportnak, és itt egy-két számot hadd mondjak, hogy 2019 előtt összesen egy magyar indult a Giron, és az idei évben, csak az idei évben 3 fog, és még Marcit, ha hozzászámoljuk, akkor 2020-21-22-ben összesen 4. Hatalmas lendületet adott a Tour de Hongrie-nak is, hiszen a Tour de Hongrie most világsztár csapatok vannak itt, és hát néhány csapat legalább olyan erős sorral érkezik a Tour de Hongrie-ra, mint amilyennel a Giron vesz részt, mert azokkal versenyzőkkel jönnek gyakran, akik a Tour de France-ra készülnek. Ez egy hatalmas fiesta esemény. Ez aki már volt ilyen verseny, az látja, hogy ez egy ilyen óriási örömünnep. Örömünnep, igen. Egyébként képzelje el, hogy ezt még tévén keresztül is, amikor az ember a közvetítést nézi, még akkor is ezt érzi. Hogy ehhez is egy adatot, hogy átlagosan egy olasz Giro szakaszon átlagosan 300 ezer ember van kint minden nap. Tehát, hogy elképesztő ez az őrület. Szeretnénk ebből felvillantani Magyarországon is valami, és a negyedik dolog, ami miatt idehoztuk, hogy szeretnénk az egész kerékpározás ügyének egy kis lendületet adni. Például a Giro idején lehet majd a gyerekeknek közlekedési alapvizsgát tenni. Ugye 12 éves korban egy gyerek kimehet a főútra biciklivel,
nekem vannak fiaim, nem nagyon tapasztaltam, hogy az iskolában túlságosan sokat foglalkoztak volna ezzel. Ezt is a Girohoz kötöttük már 2 éve, tavaly 97 ezer ember gyerek vizsgázott, és hát arra is büszkék lehetünk, hogy rajtunk kívül nincs más ország a világon, aki 2 évente elnyeri a Giro rendezésének a jogát. Na most, Marci, azt azért tudjuk, hogy minden versenyző életében eljön az a pillanat, amikor reálisan, objektíven fel tudja azt mérni, hogy mondjuk mennyire esélyes akár egy szakasz győzelemmel. Attila, mármint Walter Attila, ugye pont azt nyilatkozta, hogy ő mindenféleképpen számol ezzel, de azért azt is tegyük hozzá, hogy akár ez a Budapest-Visegrád szakasz sem annyira egyszerű, és amennyire néztem én az időjárás előrejelzést, hát ez meg lehet eső, ugye? Tehát, hogy mennyire nehéz, mennyire lesz most így nehéz pálya ezzel együtt. Az időjárás mindenképpen nehézé teszi majd azt a szakaszt, én úgy gondolom, tehát hogyha esik az eső, akkor az megkavarja a kártyákat, és bízom benne, hogy Attilának így lehet esélye a szakasz végén ott Visegrádon. Amúgy pedig ilyenkor mit lehet megjósolni ebből a fantasztikus sporteseményből? Ugye az, hogy népszerűsíti Magyarország és népszerűsíti a sportot, ezen belül a kerékpárt, hogy az országunk megint más színben tűnik fel, más-más célközönséget. Mi mindent adhat még nekünk Giro d'Italia? Hát óriási dolog lenne, hogyha ezen a visegrádi szakaszon Attila valami jó eredményt tudna villantani, és a tárgyalások során mi igyekeztünk úgy alakítani az eseményeket, hogy az a magyar fiúk számára kedvező legyen. Tehát nem sprintbefutót tettünk az első napra, hanem próbáltunk egy kicsit, amekkora hegyet csak lehetett beletenni, úgyhogy az olaszoknak azt ajánlottuk, hogy a Kékestetőn legyen az első nap, vagy Visegrádon. Ugye a Kékestetőre mondták, hogy elfogadhatatlan, de akkora hegyeket sem szoktak berakni még, mint Visegrád sem, mert az első hét az dönten a sprintereknek szól. Azt hiszem, hogy ezzel egy picit próbáltunk a magyar fiúk kedvére tenni, mert szerintem, hogyha Attila egy jó eredményt tud hozni, akkor igazi fiesta hangulat lesz az elkövetkező 2 napban is Magyarországon, és hát bízunk benne, hogy ez a Hősök tere Budai Vár, ami a második napon lesz szombaton, hogy az is azért egy kicsit hegyben végződik, tehát lehet, hogy az is egy picit jobb a magyar fiataloknak, úgyhogy nagyon-nagyon drukkolunk, úgyhogy jöjjenek ki minél többen, ha nem is 300 ezeren, de azért jó sokan legyünk, akik biztatjuk a magyar fiúkat, és ugyanez legyen a következő héten a Tour de Hongrie is, Marcit megpróbáljuk egy szakasz győzelembe belehajszolni. Így van, legyen így. Mindenkinek nagy kalappal, hajrá Magyarország, hajrá magyar srácok, szuper. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Online hírekkel következik Lampi Ági, jó reggelt kívánok!